1939. október 4-én Nagylétán született Janka György, makói görög katolikus esperes parókus. Gimnáziumi éveit Debrecenben töltötte, majd 1958 és 63 között a Nyíregyházi Főiskola teológia szakát végezte. 5 gyermeke és 15 unokája született, akik közül 3 fiú gyermeke a papi hivatást választotta. Makóra 1970-ben érkezett, és mindmáig szolgálta a makói görög katolikus híveket, akiktől vasárnap délelőtti miséjén búcsúzott el. A templom köz utcai egyházközösséget majdnem fél évszázadig szolgálta Janka atya, aki nyugdíjba vonult és Nyíregyházára költözött. 44 évet töltöttem itt, 1740-től tartjuk számon az itteni parókusokat, és hát a legtöbb, illetve igen, tehát a legtöbb időt, 33 évet egy illető pap társam elődöm töltötte, 44 évet még senki, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végeredményben hát Isten segítségével megvolt az egészségem hozzá. A hívek is hát ugye elviseltek a makói hívek, így tehát ilyen szép időt tudtam itt eltölteni. A 44 év alatt bőséges feladatukat látott el Janka György. Itt Makón 8 épület van, aminek a fenntartásáról gondoskodni kell, tehát ugye elég sok gondot adott ugye az itteni egyházközségnek a vezetése. A hívek nagyon nagy szeretettel vettek körül, nagyon boldog voltam közöttük. Éppen majd hallani fogjuk a predikációban, hogy 1195 gyereket és felnőttet kereszteltem meg a 44 év alatt, 1150 személyt eltemettem, több mint 5000 predikációt mondtam el, 141 esketés volt, hát itt a templomon és a szórványban, tehát ezek az adatok is hát azt igazolják, hogy szívesen kerestek meg a hívek, és hát szívesen vették igénybe szolgálatomat. Janka Györgytől július 1-től Bíró István vette át a templom körüli feladatukat. A fiatal parókus 1980-ban született, 2006-ban szentelték pappá, feleségével 3 gyermeket nevelnek. 8 éven át szolgálta a Zemplén megyei Komlóska híveit, de nagy örömökkel kezdett bele a makói munkába. Amikor pappá szentelt 2006. augusztus 15-én Keresztes Szilárd püspök úr, akkor a papszentelési álmondatomnak Szent János evangéliumából választottam egy idézetet. Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, és hiszünk benne. Én előző szolgálati helyemen is, és itt is ezt az elvet szeretném követni, hogy mindenkinek, az Istennek ezt a különleges szeretetét tudjam megmutatni, tudjam közvetíteni, és ezzel tudjam fölhívni a rám bízottaknak a figyelmét arra, hogy ez az egyetlen isteni szeretet, amely értelmet ad az életünknek, értelmet ad a munkánknak, annak, hogy küzdjünk, annak, hogy jövőnk legyen. Nem ismertem Makót, soha nem is jártam Makón azelőtt, hogy püspök úr ki ne nevezett volna ide, és nagyon pozitív tapasztalatokkal érkeztünk egy ismeretlen területre, ismeretlen városba, és ahogy megérkeztünk, kedves, szerető tekintetek, kedves emberekkel találkoztunk, amerre mentünk. Janka György esperes úr egy különleges örökséget hagyott ránk, és mindenhol a görögkatolikusoknak ezt a kiemelt tiszteletét tapasztaltam én magam is. Szeretettel fogadnak, örömmel várják azt, hogy itt szolgálatot teljesítsünk, hogy várják azokat a újdonságokat, újításokat, amelyeket mi magunkkal tudunk hozni. Janka György tegnap tartotta utolsó miséjét, és így búcsúzott híveitől. Sajnálatos, hogy egy nagyon súlyos betegség ért, és hát ezért nem tudtam illő módon annak idején elköszönni a hívektől. Ezért a makói hírekben, abban már július 4-én hát elköszöntem a hívektől. Nem gondoltam, hogy még egy ilyen személyes búcsúzásra is lehetőség van. A polgármester úr és a parókus úr jóvoltából erre sor került. Akkor ebben az újságban azt írtam, hogy azt kívánom, hogy kérem a Jóistentől, hogy minden makóit. Kicsit nehéz. Minden makóit áldjon meg, és akik pedig hát különleges szeretettel viseltettek irántam,
és adott esetben segítségemre voltak, akár anyagiakban, vagy más vonatkozásban, azoknak pedig hát imádsággal próbálom, jóságát pótolni.